Én már 5 éve érettségiztem. Hát igazából annyira nem emlékszem rá mondjuk a feladatokra, vagy igazából nagyon semmire tudom, hogy bementem, izgultam nagyon, mert amúgy izgulós vagyok, előtte aludni nem igazán tudtam. Készülni nem mondanám, hogy olyan sokat készültem rá, de igyekeztem azért, hát meglett az a lényeg. Mama mindig azt mondta, hogy ha megvan, az a lényeg, soha nem nézi senki a jegyeimet, tényleg soha nem nézte meg senki. Igazából azt tudom, hogy hol van az érettségim, de megvan. Sokkal jobban féltem tőle, mint amennyire nehéz volt. Tanuljatok sokat. Hát mentem az érettségim. Ja, akkor a következőre. Hát de még ma tanulhat mondjuk a holnapira. Én például magolni tudtam leginkább, szóval én mondjuk, ha volt vers, nem így az érettségibe, de hogyha fel kellett mondani egy verset így évközben, vagy egy angol szöveget meg kellett tanulni, én mindig óra előtt elolvastam kétszer, és utána oda mentem, mondtam, hogy én akarok az első lenni, elmondtam úgy, ahogy le volt írva, visszaültem a helyemre 2 perc után, már azt sem tudom, hogy kezdődik. Úgyhogy inkább a tanulással igazából nehézségeim voltak, mármint úgy értem, hogy magolni tudtam, tanulni nem. Úgyhogy